Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a csatornán ebben a mai videóban. És mint láthatjátok, a mai téma az az, hogy miért nem érdekel mások véleménye. Ugyanis a mai világban szerintem ez egy mindennapos téma, ugye? Hogy sokan ítélkeznek, kritizálják a többi embert, elmondják a negatív véleményüket, anélkül, hogy bárki is kérte volna. És igen, egyrésztről joguk van ehhez az embereknek természetesen. Mindenkinek joga van elmondani a véleményét, ezzel én nem is szeretnék vitatkozni. Viszont nem mindegy, hogy honnan jön ez a vélemény, hogy van-e benne jó indulat, vagy szimplán csak az ítélkezés, hogy bántsunk másokat. Mert én úgy gondolom, hogy annak semmi értelme nincsen, hogyha olyan indítatásunk van, hogy egyszerűen csak bántani akarunk valakit, és igazából csak ítélkezünk felette, és elmondjuk a negatív, egyáltalán nem építő véleményünk. Kritikánkat. És ebben a videóban azt is meg fogom osztani veletek, hogy én hogyan jutottam el odáig, hogy nem érdekel már mások véleménye. Szerintem többször beszéltem már így erről a témáról, és azt is említettem nektek, hogy én alapvetően eléggé egy önbizalom hiányos, visszahúzódó gyerek voltam mindig. Az önbizalmamon azon még mindig dolgozom. Nagyon sokat fejlődtem, hogyha így visszatekintek oda, hogy hol voltam gyerekként, hogy éreztem magamat akkor, és hol vagyok most. Nagyon sokat fejlődtem, ezt be kell látnom, de még van hova fejlődnöm természetesen. Szóval engem nagyon is érdekelt mások véleménye, mármint hogy mi a véleményük rólam, és mindig is próbáltam megfelelni. Lehet, hogy ezért is vettem fel ezt a visszahúzódóbb szerepet, hogy nehogy valami hülyeséget mondjak, és akkor elítélnek, és akkor lehülyéznek, stb. Ezt így nem tudom igazából pontosan, de lehet, hogy az volt bennem gyerekként, hogy a csöndben maradok, akkor nem tudnak ítélkezni felettem, nem tudnak rossz véleményt mondani rólam. Egyébként mindezek ellenére én magam sohasem voltam egy ilyen extrém ítélkező, másokat fikázó típus. Nem mondom, hogy soha nem ítélkeztem, mert az hazugság lenne természetesen, a mai napig néha jönnek elő ilyen gondolatok, ha látok egy olyan embert, valami miatt nagyon feltűnő, vagy valami olyat csinál. Természetesen nem is feljön az ítélkezés, de elég hamar felismerem, és így igazából lerendezem magamba, és rájövök, hogy nekem tök mindegy, hogy hogy él az az ember, mivel nincs hatása az én életemre. És mindemellett próbálom a jót meglátni mindenben és mindenkiben, és mindig úgy gondolkozom, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, hogyha valami olyat is csinál, mondjuk amikor vezetek, kivágódik elém, nem jön az, hogy rögtön elkezdek káromkodni, hogy fú, ez a mocskos szemétláda most kijött elém, hanem próbálom így azt gondolni, hogy fú, biztos siet valahova, vagy nem figyelt, előfordul az ilyen. Mert velem is előfordult nagyon sokszor, akár az utakon is, hogy nem figyeltem. És kimentem valaki elé, és eléggé közel volt, és rám dudált, és tökre szarul éreztem magam miatt, mert tényleg nem direkt csináltam, nem bunkóságból, nem azért, mert ilyen idióta vezetési stílusom van, hanem mert nem figyeltem. Próbálok úgy gondolkozni, hogy nem rossz szándékból csinálják az emberek, amit csinálnak. Egyébként én nagyon rosszul érzem magamat olyan környezetben, olyan emberek között, akik nagyon sokat panaszkodnak, másokat szidnak, kritizálnak, ítélkeznek. Teljes mértékben le tudok jönni az életemről, amikor sok időt töltök valakivel, aki így másokat szid, kritizál, mindig mások életéről beszél, nekik milyen szar, ő milyen szar, ezt csinálja, azt csinálja, így engem ez így nem érdekel, megmondom őszintén, mert nincs hatása az életemre, nekem attól nem lesz se jobb, se rosszabb az életem, hogy most nekik mennyire szar, vagy mennyire jó. Általában ugye arról szoktak plegykálni az emberek, hogy kinek mennyire szar, mert úgy gondolják, hogy ettől jobb lesz az ő életük, de ez egyébként nem igaz. Lehet, hogy abban a pillanatban így jobban érzik magukat, hogy fú, na, nekik tök szar, akkor nem baj, nekem is ilyen szar. De úgy összességében hosszú távon egyáltalán nem lesz jobb az életettől senkinek. Szóval én mindig egy ilyen csendesebb típus voltam, tehát azért, mert nem akartam, hogy ítélkezzenek felettem, aztán ugye jött a videózás, és így egyre inkább kezdem elmondani a véleményemet, megmutatom magamat, és nem érdekel már mások véleménye. Eleinte nagyon rosszul tudott esni egy-egy komment, még tavaly, de aztán ugye erről már beszéltem az elmúlt hónapokban is, hogy így egyre inkább lepereg rólam. Eleinte megállított engem akár hetekre is, és örlődtem, hogy miért írhatta valaki ezt, miért gondolják ezt rólam. Aztán utána egy-kettő nap volt, most meg már így elolvasom, és semmit nem érzek. És tényleg nem számít más emberek véleménye, mert fogalmuk sincs arról, hogy én igazából milyen vagyok, hogyan élek, milyen gondolataim vannak a nap 24 órájában. Az, hogy én megosztok 3 naponta egy 5-10 perces videót az életünkből, az semmi igazából. Nagyon sok mindent elmondok, megosztok természetesen, de ezzel nem tudom átadni 100%-osan azt, hogy én ki és mi vagyok, hogy éppen mi zajlik az életemben, a fejemben. És emiatt is gondolom úgy, hogy egyáltalán nem releváns, hogy ki mit gondol rólam, hogy kinek mi a véleménye. És ez igaz azokra is természetesen, akik nem videóznak, de ítélkeznek felettük az emberek akármi miatt is.
nem látjuk a teljes összképet arról az emberről, csak a jéghegy csúcsát látjuk, de ami alatta van, az ő gondolatai, az érzései, vagy mit, miért csinál pontosan, azokról fogalmunk sincsen. És én amiatt is gondolom, hogy teljes mértékben nem helyén való az ítélkezés senki felett sem. Főleg nem idegen emberek felett, akikről aztán tényleg fogalmunk sincs, hogy kicsodák, micsodák. A napokban érkezett egy komment, vagyis több is érkezett már, de volt egy komment az egyik videóm alatt, hogy teljesen mű vagyok, mivel túltöltött a szám, és műhajam is van. Igen, a szám az tényleg fel van töltve, de szerintem azért a túltöltött szájtól ez nagyon-nagyon messze van. Hogyha valaki elkezd nézelődni Instagramon, meg más felületeken, akkor lehet találni túltöltött szájat, és én azért úgy gondolom, hogy az enyém közel sincsen azokhoz. De oké, ez az ő véleménye, neki túltöltött, mivel valószínűleg ő egyáltalán nem töltetne a szájába. Ez tökre oké, én nem is hirdetem senkinek, hogy töltesse fel a száját, de én ezt szerettem volna, én ezt megcsináltattam, és ennyi, én így érzem jól magam. A hajam viszont nem mű, saját hajam van, és még a színe is igazából itt az itt eredeti hajszínem, ez meg már a festék, ami kopik ki. Tehát ebből is látszik, hogy megnéz valaki egy videót, egy képet, és így eldöntötte, hogy én tök mű vagyok, és rajtam minden mű, még a hajam is. Ebből is látszik, hogy az emberek tényleg látnak egy képet, és az alapján ítélkeznek, és ők eldöntik, hogy valami úgy igaz, hogy nekem mű hajam van, és ennyi, mű hajam van, mű vagyok. És ez a komment annyira nem hatott meg, hogy egyáltalán nem. Nem volt semmi érzés bennem, megmondom őszintén, mert nem érdekel már, hogy ki mit gondol. Én jól érzem magam így, hogy feltöltettem a számat, és igen, még fogom töltetni a jövőben is, hogy megmaradjon ez a mérete. Nekem ez tetszik, én jól érzem így magamat, ennyi. Hogy kinek mi a véleménye, annak nincsen hatása az én életemre, nem érdekel. És ez, hogy nem érdekel mások véleménye, ezt ne vegyétek most így rossz értelemben, hogy egyáltalán nem érdekel, mert természetesen vannak olyan emberek, akiknek meghallgatom a véleményét, ha az építő jellegű, ha segít engem, ha jó szándék van benne. De az, amikor valaki ítélkezik, és a külsőmet kritizálja, az nem igazán tud érdekelni, és nincsen hatása rám már. Hála az égnek egyáltalán. Ha esetleg jönne is olyan komment, ami miatt egy picit én mérgelődnék, akkor én azt az elvet használom, hogyha ez nem fog számítani 5 év múlva, akkor ne mérgelődjünk, ne szomorkodjunk rajta 5 percnél többet. Tökre beválik abban az 5 percben, akkor mérgelődjünk, szomorkodjunk, akármi miatt is, és aztán engedjük el, mert nem fog számítani. Nem, hogy 5 év múlva, de 5 óra múlva sem. Mert semmi hatása nincsen az életünkre. Tényleg nagyon sok olyan ember van, aki imád ítélkezni, kritizálni. Sajnos ez azért van, mert ők saját magukkal is így viselkednek. Lehet, hogy ezt nem mondják ki, de ott bent elég nagy vívódások lehetnek, és állandóan kritizálhatják magukat. Ami természetesen jöhet abból, ugye, hogy ezt kapták gyerekként is. Én úgy gondolom, hogy egy kis önismerettel, önfejlesztéssel bárki javíthat ezen. Persze vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem akarnak ezen javítani, és jól érzik magukat így. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy nem kell foglalkozni mások negatív véleményével, mert attól nekünk nem lesz se jobb, se rosszabb az életünk. Ha valamit őszintén csinálunk, akkor csináljuk, legyen szó akármiről is. Senki nem tudhatja, hogy pontosan mi zajlik bennünk, mit érzünk, mit miért csinálunk. Néha még mi sem tudjuk, hogyan tudhatnák ezt más emberek. Szóval tényleg, ha valami nem fog számítani 5 év múlva, akkor nem éri meg 5 percnél többet szomorkodni, mérgelődni miatta. Remélem tudtam nektek ezzel a kis szösztenettel segíteni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, legyen nagyon szép napotok, estétek. Sziasztok!